Charlie, majom a családban. Magyar hangok. Schnell Ádám, Orosz Anna, Németh Imari, Karácsonyi Zoltán, Gerő Botond, Laudon Andrea, Tallos Szilvia. Charlie, majom a családban. Éjjel-nappal. Na, Charlie, segítesz nekem? Jó, akkor gyere. Nem, de miért nem? Ja, értem. Akkor előbb átöltözöm, különben megint kikapok Hoppe asszonytól. Hát te meg mit csinálsz? Otello is benne van. Te jó ég, kész életveszély az egész. Te rossz csont. De most szerencsém volt. A szekrényben nincs, ott is kerestem már. Itt sincsenek. Lehet, hogy még fent vannak a táskában. Különben az edzőcipődet kell felhúznod. Megvan? Fogom már? Miért nem szóltál? Köszönöm. Nem, ebben sincs. Mit kerestek annyira? A hajós cipőmet, holnap vitorlázni megyek. Jó, hát akkor biztosan valamelyik másik dobozban dekkolnak. Mi? Még mindig nem pakoltátok ki az összes dobozt, hiszen helyetek lenne bőven. Megyek, intézem a rendelést. Jó. Lili, indulj a suliba. Mi történt az éjszakai műszakban? Semmi különös. 17:30 körül megjelentek a rendőrök, behoztak egy fácánt, de Krisztián és Sárlott, te már tudnak róla. Lili, ma este még benézünk a dobozokba, jó? Az jó lesz. Kívánj szerencséd, angol dalim lesz. Jó reggelt, Katarina! Jó reggelt, Krisztián! Jó reggelt, Katarina! És? Mi baj a szegénykének? Csak egy aprócska sérülés. Már egészen jól néz ki. Ezt mondja meg Maxnak. Ő vette fel. Otello, dolgoznunk kell. Ha? Na, merre van a gazdád? A szívébe zárta magát. Ez természetes reflex. Maga is a falka része. Nekem is ez az érzésem. De hát én egy ember vagyok, Otello. Megvan a saját családom, tudod? Mehetünk? Igen. Várjon. Elveszem. Köszönöm. Köszönöm. Istenem, ez meg mi a csoda? Mégis mi a fene ez? Ne. Mit csinál itt, doktor úr? Kost, maga is látja. Dolgozom, a legrosszabbon túl vagyok. Jaj, ne! Először vagyonokat költ az építkezésre, aztán szétveri. Hoppe asszony, azért csinálom, mert tetszik, hiszen már ismer. Na, mit szólnak hozzá? Egy trezor? Igen, kibontottam, aztán befalazom, kifestem, és kész is van. Stop, mindenki kifelé, előbb ki kell takarítanom. Na, gyerünk. Oké, már itt sem vagyunk. Oh,
Épp most engedtem ki Oleget. A doktor úr azt mondta... Krisztián, minden reggel körbejárok, nem? Na jó, akkor mindjárt visszacsalogatom. Nem, hagyja csak, majd odakint megvizsgálom. Hová lesz a séta? Oleghez. Én is jövök. Rendben. Viszlát! Szia! Jó tanulás! Ja. Viszlát! Hát nincs itt jó dolgunk. De igen. Ez azért nem volt túl meggyőző. Igen, mert... A gyerekek nagyon jól érzik magukat. Alig hiszem el, hogy még csak 2 hónapja laktok nálam. Na, Oleg, jól van. Te voltál a megmentőnk. És ezt sose felejtjük el neked. De? Nincs semmi, de... Azt mondom, hogy már nem fáj az izülete. Szépen lement a gyulladás. Emeld fel. Egyforma mind a 2 lába. Amondó vagyok, hogy hagyjuk el a kötést, de továbbra is kell a bedörzsölés. Igen, és a mozgásterápia. Ja, igen, el kell ugranom Potsdamba. Szerintem megjárom az ebédidő alatt, de ha nem helyettesítesz? Nem gond. Ha kész vagyok a trezorral, úgyis benézek majd a rendelésre. Köszönöm. Az ingatlanos mutat 2 lakást. Talán valamelyik jó lesz. Nagyszerű. Missus, indulunk. De hát te nem is ettél. Pedig nem kapsz mást. Ha nem ízlik, így jártál. Gyere már. Brandenburgi Állatklinika. Szerintem minden rendben. Ha mégsem, legközelebb megnézzük. Viszontlátásra, Brinkman. Viszontlátásra. A posta. Köszönöm. Brandenburgi Állatklinika. Nincs feladó. Vajon honnan jött? Bocsa ki nyugodtan. Hát, ha kiderül. De biztosan ez is valami reklám lesz. BTZV. Egy új biotechnikai központ Werderben. Ha. Jól kamatozó cégbefektetést kínálnak. Nekem erre nincs pénzem. Állítólag jó néhány sikeres gyógyszerrel is jelen vannak a piacon. Kérem a tollat, ezt megtartjuk. A többi mehet a szemétbe. Köszönöm. A lakás nagyon szép, csak sajnos kicsit kicsi lenne nekünk. Biztosan találunk majd megfelelőt. Igen. További szép napot. Köszönöm. Jelentkezem, ha találok jó, valamit. Jó, köszönöm. Viszontlátásra. Misses! Na. Itt hagyott a gazdi egyedül. Biztos nem tart sokáig. Mi? Igen. Minden rendben. Gyere, Misses, hadd lássam, jó? Nincs semmi baj, nem? Nagyon fáj. Gyere, nyugi, semmi baj. Mutasd, hadd nézzem meg. Nagyon ügyes vagy. Jó reggelt, Hauser doktor. Á, Feldman úr. Missesnek kicsit fel van dagadva itt a pofája. Miket beszél? Nincs ott semmi. Dehogy nem, itt van. Egészen jól kivehető. Doktornő, ismerem a kutyámat, és ha állatorvos tanácsára lesz szükségem, azt nem az utcán fogom elintézni. Gyere, gyere már. Lábhoz. Na. Szépen. Jó, vigyázz, nehogy elüssenek. Nagyon sajnálom, de feltartottak. Ez az e-havi részlet. Kösz a cég nevében. Missus, gyere! Na, gyere ide! Gyere ide, szépségem! Gyere, megyünk! Jól van, okos kutya. Itt meg kellene kötned.
Te vagy az állatvédelmi felügyelő. Neked az állatok érdekeit kellene védened, nem pedig a polgármesteri hivatal bürokratái. Mindig is kiálltam az állatok és az emberek konfliktusmentes együttélése ügyében. Konfliktusmentes? Ezt anyától örökölted. Gerhard egészen más volt, olyan, mint én. Bátor, büszke és bevállalós. És ezért az életével fizetett. Gerhard és én, mi együtt nőttünk fel. Igen, te nagy is lettél. Na ne, hova lett Mrs.? Mrs.! Gyere, menjünk! Mi a fele van ma? Jól van, kislány. Gyere szépen. Gyere csak velem, gyere. Mondtam, hogy kösd rá pórázt. Igen, de megy ez így is. Köszönöm, doktornő. Kikísérem önt, és mindjárt be is zárok. Anyu, köszönöm. Biztosan még pozdán van. Paula szülei vannak itt. Igen, és hol vannak? Odakin. Aha. Nem, a levél nem neked jött, Charlie. Ez a levél Katarináé. Na, inkább elveszem. Jó napot már. Szia. Sziasztok. Igazán nem akartunk zavarni. Charlie! Csak egy meghívó szülői értekezletre. Jó, majd átadom Katarinának. Ha így megy tovább, ez a munka lesz a hivatásom. A rendőrség meg majd csak a hobbi. Ha minden levelet személyesen kézbesítesz. Hát mi már csak ilyenek vagyunk. Paula, gyere kicsim, indulunk haza. Jó napot, Hoppe asszony. Jó napot. Érdeklődnék, hogy kér-e valaki palacsintát. Igen, szia, apu. Majd én megfordítom. Légy! Szólj csak nyugodtan, ha már túl sok, már mint a Paula zavarna. Engem a gyerekek sosem zavartak. Gyertek! Figyelj csak, azt hallottam, hogy a Dürerstrasszén felszabadul egy ház. Katarinának gyorsan meg kéne néznie. Még keresgél, nem? Vagy talán már talált valamit? Még nem. Legalábbis nem tudok róla. Mondd meg neki, hogy hívjon fel. Ha lehet, még ma. Szólok. No, ez új. Az állatorvosi kamara hívta fel a figyelmemet, hogy olyan anyagokkal dolgozzunk, amelyek a kábítószer törvény hatája alá esnek. Ez egy megbízható modell. És nektek ez elég is lesz. Ha a szakember mondja. Na, indulunk. Van még pár levél. Azt hiszem, szólok Paulának, hogy indulunk. Később majd visszajövünk érte. Jó, rendben. Még találkozunk. Sziasztok. Szia. Na, ebéd. Ezt találtam a mai postában. Egy biotechnikai cég befektetőt keres Werderben. Bővíteni akarják a kutatást, és ehhez friss tőkére van szükség. Csak olyasmibe fektettek, amihez értek is. A biotechnológia piacának van jövője. A cég új eljárásokat, gyógyszereket fejleszt. Amiről halvány fogalmam sincs, úgyhogy nem szállok be. Valami más? Nincs. Vissza kell mennem az íróasztalomhoz. Mrs., gyere ide! Gyere! Gyere, drágaságom! Okos kislány, jól van, gyere ide! Jól van, maradj itt. Valahogy olyan furán viselkedett egész idő. Igen, és tegnap óta nem is evett. Biztosan van valami oka. És nagyon meleg az orra is. El kellene vinned az állatorvoshoz. Igazad van. Szia. Viszlát. Viszlát. Rendőrségi útlezárás. Szia, Charlie. Halló, Marcus, Max vagyok. Légy szíves, hívj vissza. Szia! Hát itt meg mi van? Ez egy tetthely. Egy tetthely? És mégis mi történt? Azt még nem tudjuk. Felügyelő, van egy kis problémám. Sürgősen át kell mennem. Hát jó, de előbb leveszük az új lenyomatod. Az új lenyomatom? Na jó, felőlem. És mire kell az nektek? A tetején rengeteg nyom van. Mindet kiértékeljük. Apu nagyítójával. Te is belenézhetsz. Tényleg? Köszönöm. A kezed tiszta. Töröld meg. Jó, nagyon ügyes vagy. Szia, Charlie, Hoppe néni. Szia, Lili. Már haza is értél? Remek. Ha? Tudom, Hoppe néni, pohárból. Én egy szót sem szóltam. Sikerült a dolgozatod? Az angol könnyű. Holnap a matek húzósabb lesz. És?
Valószínűleg nem lesz fényes. Jaj, Charlie, ne. Nézd, mit csináltál! Ezt a disznóolat! Még ez is! Azonnal hagyd abba! Ahó, csináltam talán valami rosszat? Csak hogy velem beszélgettél, és nem vele. Azt hiszem, nem bírom azt a kijönző. És a sértődősöket se. Igen, és a nyitáshoz meg kell ismételni a számsort. Más teendő nincs, mint megjegyezni egy négyjegyű kódot. És mi van, ha zárásnál félreütöm, és nem veszem észre? Semmi. Csak az eredeti számsor kell, különben örökre zárva marad. Ja, és van egy kód vészhelyzet esetére, az pedig itt van. Megjöttem. Lemaradtam valamiről? A világon semmiről. Épp a legjobb pillanatban jöttél. Mondja négy számot, amit jól megjegyezhetünk. Négy számot? Igen, mindegy, melyikeket. Jó, három, hét és kilenc, ja, és öt. Nagy Charlie. Most mi lesz? Azt nem tudom, hogy hogy hívják a céget. Ne haragudjon. Igen, valami trezorok, vagy ilyesmi. Szia, Charlie. Valami ilyesmi is passza. A székeim Grezdával. Vigyázz, ragad a keze. Igen. Köszönöm. Vettem észre. Mondd csak, Lili, mi történt itt? Tudod, először is Charlie kiöntötte az üdítőmet. Azután örökre bezárta Max új széfjét. És a vészhelyzetre rendszeresített kód? Benne van. Pontosan. Anélkül pedig soha nem fogjuk kinyitni ezt a vacakot. Most beszéltem a céggel. Nem ismersz véletlenül egy jó mackóst? Nővérkém, túl sokat feltételezel rólam. Hát addig kell próbálkozni, még ki nem nyílik. Gyere, Lili, magyarázd el. Igen, számolt ki. Négy száma 10 közül. Szorozva a lehetséges kombinációk számával. Vegyük a valószínűség számítás szabályát. Egy szóval nem lehetséges. Értem, ezért hagytál üzenetet a rögzítőn. Nem, dehogy. De ma este szabad vagyok, és gondoltam, elmehetnék vacsorázni. Jó ötlet, 7:30 Feldmannál. Foglalok egy asztalt. Rendben, van még két betegem, aztán elmegyek Marlieshoz, de a 7:30 az menni fog. Viszlát, szia! Marlies. Igen. Képzeld, öcsikém, egy Marlies, akit nem ismersz. Marlies egy kanca. Már Kárdék farmján él. Jaj, Charlie, nem. Gyere ki. Nem jöhetsz most velem. Gyerünk kifelé. Szia! És akkor még én is csak rossz híreket hoztam. A Dürer Strasszén lévő házat kivették. Hm? A Dürer Strasszén? Igen, Tobias hallotta, hogy a mostani bérlők ki akarnak költözni, de már találtak egy érdeklődőt, aki meg is venné. Az nem lehet más, mint Feldman. Nem, kivételesen nem. Mondd csak, Max nem is említette neked. Nem. Még nem jutott hozzá. Lehet. Tessék, adok pasának egy kenőcsöt. Én is megyek. Megyek. Ez pedig Schubert asszonyi. Odakint vár. Jó, majd odaadom neki. Schubert asszony, tessék. Brandenburgi állatklinika. Dr. Rösner beszél. Ó, igazán sajnálom, Feldman úr, de Henning doktor házon kívül van, éppen beteghez ment. Igen, jöjjön be hozzánk Missesszel a rendelőbe. Este 6-ig itt vagyunk. Ahogy jónak látja, Feldman úr, viszont hallásra. Valami baja van Missesnek? Tegnap este óta nem eszik. És talán be is lázasodott. Semmi akut probléma. Nemrég láttam Missus, kicsit be volt dagadva a pofája. Lehet, hogy a foga fáj. Elmenjek Feldmanhoz? Nem, Maxot akarja. Nekünk tilos a kutyusához nyúlni. Jól van, minden rendben. Semmi baj, Marlies. Minden oké. Akkor jól hallottam. Igen, jól. Szia, Marlies. Még mindig nem javul? Ellenkezőleg. Inkább visszaesett. Holnap reggel mi vár ránk? Még semmi nincs. Akkor csinálunk egy endoszkópiát. Biztos akarok lenni, hogy nem nyelt le valami idegen tárgyat. Christian? Igen? Marlies mostantól kezdve nem ehet semmit. Értem. Előkészülnek a műtétre. Ha holnap reggel vele kezdünk, akkor 5-kor kapjon egy adag nyugtatót is. Jó, rendben.
Van még valami, doki? Nincs, vagyis ez azt jelenti, hogy hazamehet. Holnap reggel korán kell kelni. Köszönöm. Akkor reggel jövök. Jó pihenést. Köszi. Na. Igen. Nyugi, nyugi. El is felejtettem. Hívd fel Tobias, tud egy kiadóházat. Ja, már találkoztam Eileennal, köszönöm. Gyere már, Liz. Jártál az ingatlanosnál, és mit mondott? Hát, az egyik lakás túl drága. A másik egész jó volt központi helyen, de egy szobával kevesebb volt. Lenne egy javaslatom. Ó, és Feldman telefonált, hogy Mrs. nem eszik. Mi lenne, ha újra átgondolnád? Szerintem a fogával van baj. De hogy ezt kiderítsük, át kell hoznia a kutyát. Egy. Jobb. Charlotte, jelentkezett azóta Feldman? Nem, úgy látszik megoldódott. Holnap reggel csinálunk Madeline-nál egy endoszkópiát. Segítek majd, de most indulok. Megint késésben vagyok. Késésben? Honnan késik? Az előadásról. Gyógyszerészet és biotechnológia. Már itt se vagyok. Viszlát holnap. Csodálom Charlotte-t. Hát, ő már csak ilyen. Egyetemre jár, hogy felfrissítse az ismereteit, hogy lépést tartson az újdonságokkal, és neked más nem jut eszedben, mint hogy ő már csak ilyen. Charlie, valahogy ez nem az én napom. Katarinánál egyik paklövést követem el a másik után. Marlizzal sem megyek semmire. Ez a hülye szép is micsoda marhaságnak tűnik. Na, Charlie, az én hibám volt, nem a tiéd. Megint alábecsültelek. Gyere ide, nincs semmi baj. Ja, egyébként most megyek Markushoz. Ha Katarina lefektet, légy kedves hozzá, ha? Láttam, mit csináltál. Anyu, tőled is kell még egy új lenyomat. Miért kell? Mert a nyomrögzítő porral rögzítettem, hogy merre voltál. Ajajajajaj, az új lenyomataim az enyémek, világos? Ó, ilyen por nekem is jól jönne. Akkor tudnám, hogy Charlie mit fogdosott össze a ragacsos ujjával. Max most indult el. Kéri, hogy majd fektesd le Charlie-t. Ez a trezoros kaland előtt volt, vagy után? Anyu? Charlie ragadós ujjaira gondoltam. Ez a trezoros kaland előtt volt, vagy után? Persze. Előtte. Egy pillanat. Erre itt szükségem lenne. Anyu, ez neked nem megy, majd én! Ó, Jonas, elég lesz, ne olyan sokat. Hagyja csak, ne is törődjön vele. Ezt már mindenki megfogdosta. Még Charlie is, megvan ugyanis az új lenyomata. Így néz ki. Na jó, ez szerint csak 4 helyen nyúlt hozzá. Írd fel, anyu. 1, 4, 5 és 8. Jonas, te egy zseni vagy. De hogyan találjuk ki, hogy mi a helyes sorrend? Ez gyerekjáték. És? Katarina el akar költözni. Kezdettől fogva tudtad. Tudod, hogy Lilivel és Jonasszal nehéz helyzetbe kerültek. És te kisegítetted őt a bajból. Igen. Persze, ez világos. Vagy talán meggondolta magát a testvérkém. Nem. Csak azt hittem, hogy olyan jól érzik magukat nálam, hogy itt is maradnak. Egy, négy, öt, nyolc. Négy, egy, öt, nyolc. Egy, öt, nyolc?
Nem, ez se. Tovább. 8, 1, 4, 5. 8, 1, 4, 5. Igen! Sikerült, Hoffenéni! Megvan a kombináció. Igen, sikerült, megtaláltuk. Gratulálok, doktornő. Őszintén szólva nem gondoltam volna. Hát, én se hittem volna. De a lányom matematikai adottságaival. És a fiam krimi szakértelmével. Egy szép sincs már biztonságban. Így most már jöhet a vacsora. Ez nagyszerű. Köszönöm. Henning doktor úr, egy pillanat. A kutyámról lenne szó. Igen, mindjárt gondoltam. Hol van szegény? Otthon van, ott hagytam, de azonnal oda mehetünk. Hát ebben az esetben Hauser doktornőhöz kell fordulnia, nekem lejárt a vész. Doktor, én magát akarom. Akár a dupla árat is kifizetem. Hát azt hiszem nem értette meg, amit mondtam. Jó, legyen a háromszorosa. Már megbocsásson, de a beosztás elkészítését bízza ránk. A kolléganőm az ügyeletes ma éjjel. Hozzá kell fordulnia. Milyen állatorvos maga? Az persze eszébe se jut, hogy a kutyám közben szenved. De nagyon is érdekel. És azt is tudom, hogy Hauser doktornőnél a legjobb kezekben lesz. Menjen haza a kutyusért, és vigye a klinikára. Hoppe asszony! Miért üldögél itt egymagában? Először is itt van velem Otello. Másodszor én jól megvagyok. Ezt most úgy mondta, mintha én nem érezném jól magamat. Szabad? Oh, hát épp ez az. Mi? Mi az? A kérdéssel, hogy leülhet-e, pedig itthon van. És mit csinálok még rosszul? Azt nem tudom megmondani, hogy mi a helyes és mi nem, amíg maga se tudja, hogy mit szeretne. Én tudom, hogy mit akarok, Hoppe asszony. De tudja, nem csak rólam van szó, hanem Jonasról és Liliről is. Azt hiszem, hogy a gyerekek már rég eldöntötték, mit szeretnének. Van itt egy kis gyümölcssaláta, kér belőle? Gyorsan adok Jonasnak egy jó étpuszit. Mindjárt visszajövök. Oké, jó éjszakát. Álmodj szépeket. Te is. Lefektetted már Charlie-t is? Igen, persze. Mit gondolsz, mi? Na, most mi következik? Jó illatod van. Anyu. Jó ét. Telefonon keresnek. Max. Max? Kösz a figyelmeztetés, de milyen nehézségeim támadhatnak? Jó, majd én megnézem Missest. Jó, majd Feldman addig leül a váróban. Felhívtad Charlotte-t is? Max! Lemegyek a rendelőbe, rendben? Menj csak! Charlotte! A lakáskulcsom. A nagy kapkodásban itt felejtettem. Azt hittem, Max hívta ide. Nem, hogy? Jó estét, Feldman úr! Dr. Henning kéri, hogy azonnal vizsgálja meg a kutyámat. Jól van, kutyusom, gyere. Gyere, jól van. Menjek. Igen, jöjjön maga is. Jó. Max, látom, hogy a gondolataid Feldmannál és a kutyánál járnak. Fizessünk. Nem, várj. Az úgy néz neki, mintha ellenőrizni akarnám Katarínát, vagy hogy nem bízom benne. Ráadásul Feldman is azt hinné, neki volt igaza. Istenem, de bonyolult vagy. Még ha csak Katarínának akar segíteni. Katarina nem szorul segítségre, vakon megbízom benne, kiváló állatorvos. És micsoda nő. Mi lenne, ha ezt neki mondanád? Harap rá erősen. Jól van, jól csinálod.
Egy négyes duzzanat. Megvan. A negyedik fog jobbról. Igen, nem csoda, hogy nem evett tegnap óta. Legalább most üres a gyomra. Előkészíteni az altatáshoz? Jó. Nem kellene először megkérdezni Feldman igen urat? Igenis. Megszabadulunk ettől a csúfságtól. Fél óra és túl lesz rajta. Szóval, Missesnek fekélyes lett az egyik foga. Ki kell húzni. A gyökérnél hatalmas tájok keletkezett. Az nagyon nagy baj. Nem, ez egy sima rutin beavatkozás, de el kell altatnunk, ezért szeretném itt tartani éjszakára, hogy megfigyelhessük. Úgyhogy legyen szíves, ezt olvassa át, és utána írja is alá. Ezzel beleegyezését adja, a hátoldalon pedig a költségviselői nyilatkozatot találja. Nem adj neki egy zicsert semmi. Nem értem, hogy mire gondol. A költségviselői nyilatkozat. Ezek szerint feltételezi, hogy fizetés nélkül távozom. Aj, Feldman úr, egy pillanat! Ezt minden állattartónak alá kell írni, aki kezelése jön a klinikára. És ez alól még maga sem kivétel. Ez elég lesz a költségeire. Ha mégse, akkor vegye előlegnek. Adjon róla a nyugtát. Missesz drágaságom, ma éjszakára itt kell maradnod. Megyek, előkészítek mindent. Köszönöm. Tessék, Feldman úr. A nyugtája. Köszönöm. Ne nézz így rám. Holnap reggel korán itt leszek, jó? Ígérem. Köszönöm. Jaj, Otello. A gazdi nincs itthon, nekem meg dolgom van. Így van ez, ha egy kutyának állatorvosok a gazdái. Mindig akad, aki épp fontosabb nálad. De tudod mit? Összerámolok, és elmegyek veled sétálni egyet. Ó, hoppe, asszony! Köszönöm a kávét, igazán jól esett. De most már tényleg hazamegyek. Viszlát! Holnap találkozunk. Szia, Otello! Katarina! Jaj, Max! Hála Istennek, hogy itt vagy. Miért? Mi történt? A foghúzás simán ment. Uh-huh. Charlotte asszisztált. A végén két öltéssel vartam be a sebet. Ennek ellenére tovább érzett. Úgyhogy egy második varratot is csináltam. És ez mikor volt? Talán két órája. Aha. De hát miért nem hívtál fel? Azt hiszem, ébredezik. Te sem tudtál volna más csinálni. Biztos, hogy ezt adtad be neki, és más semmit? Persze, hogy biztos vagyok benne. Komoly véralvadási problémája van. Kell, hogy legyen valami oka. Rajta kezdjük előről. Megvan a vércsoportja? Igen, most jött meg az eredmény. A vérbankban van még két konzerv. Már megrendeltem, hamarosan megérkezik a taxival. Bocsáss meg. Nem akartam szemrehány este. Semmi baj, köszönöm. Hogy van, szegény? Változatlan. Azt hittem, hogy alszol. Kérsz? Mondd, te elolvastad ezt? Nem. Ez az új biotechnológiai központ Werderben. Alapkutatásokat is végez.
Olyan gyógyszereket is készítenek, amik... Jó, majd később átnézem. Bemegyek Misseshez. Max! Köszönöm a teát. Szívesen. Azt hiszem, elállt a vérzés. Jobb lenne, ha felmennél és lefeküdnél. Missus életveszélyben van. Én nem tudok ilyenkor aludni. Különben sem vagyok még kész a vérképpel. Mindent megtettünk, amit tudtunk. Inkább feküdj le te. Már több mint 24 órája talpon vagy. Missus mellett maradok. Max! Max, találtam valamit. Missus vérképe alapján hiányzik a 10-es faktor. Tényleg? Maradj mellette, most úgyis stabil. Rendben. Hová akarsz menni? Dr. Hauser vagyok Ozdamból. A kutatólabor vezetőjét kérem. Nagyon sürgős vészhelyzet van. Van a gyógyszerből mintájuk? Jó, azonnal indulok. Köszönöm. Igen, viszont hallásra. Jó reggelt! Jó reggelt, Feldman úr! Egy kicsit még várnia kell. Hol van Missus? Hogy érzi magát? Komplikációk léptek fel. Komplikációk? Azt mondja, hogy Hauser doktornő eltolt valamit? Azonnal adja ide a kutyámat, keresek egy másik állatorvost. Ez szíve joga, de Missus nem élné túl a szállítást. Mi? Hogy? Hol van? Megnézhetem? Igen, tessék. Biotechnikai Központ, Werder. Missus, mi van veled, drága életem? És mindez egy bedagadt fog miatt. Mi baja van? Vérzékenységben szenved. Ez egy génhiba. A véréből hiányzik egy multimer fehérje, ami a véralvadásért felelős. És meg lehet gyógyítani? Feldman úr, nagyon óvatosnak kell lennie. A legkisebb sérülés is életveszélyes lehet. De ezzel a szerrel pótolhatjuk a hiányzó faktort. Jó reggelt, Feldman úr. Ez egy újonnan kifejlesztett szer a Werderi Biotechnikai Laborból, amivel kiküszöbölhetjük a rendellenességet. A gyógyszernek köszönhetően Missus újra nyugodtan futkározhat és élheti az életét, anélkül, hogy komolyabb baja esne, ha megsérül. De még nem engedélyezték klinikai használatra. Gondolom, ilyen körülmények között... Pillanat, doktor úr, kérem, hogy adja be a kutyámnak ezt a gyógyszert. Méghozzá azonnal. Vállalom a felelősséget. Charlie, ma itt ülsz mellettem. Rendben. Az asztal megterítve. Lili, gyere. Már itt is vagyok. Anyu és Max is mindjárt jönnek. Akkor kell még egy kis narancslé. Mit olvasol? Willebrand-Jürgens-szindróma. Anyu szerint Missusnek ez a baja. Egy dominánsan öröklődő kór. Már a legkisebb sérülésnél is... Olvasd tovább. Nem hiszem, hogy tudni akarod, Jonas. Főleg nem reggeli közben. A Lilinek igaza van. Köszönöm. Hol maradnak az állatorvosaink? Na jó. Akkor jó étvágyat. Jó étvágyat, kisasszony. Jó étvágyat. Charlie, a joghurtod! Robert, én vagyok. Figyelj, meséltél múltkor erről a Werderi Biotechnikai Központról. Igen. Nem, meggondoltam magam. Kérj időpontot az ottaniaktól. Igen, köszönöm. Missus! Arany kis kutyám, jól van. Drágaságom, gyere ide. Gyere csak. Hogy érzi magát? Most már akár haza is viheti. Jó.
És visszaadom a pénzét. A napokban majd küldöm a számlát. Ahogy mondtam, nálunk nincsenek kivételek. Köszönöm, és ha netán egy kicsit durván beszéltem... Durva volt. Ennek ellenére elfogadom a bocsánatkérését. Köszönöm. Gyógyulj meg, Mrs. Viszlát! Köszönöm. Gyere, kicsikém, nincs semmi baj. Hm? Minden rendben, drágaságom. A kutatóintézetben csak annyit kértek, hogy küldjük át nekik Mrs. labor értékeit. A kezelés előtt itt és után itt. Azt megtehetjük. Ja, és még valami. 22.09. 22.0 mi? A szépünk új kódja. 22.09, ezt meg tudom jegyezni. Mi az? Tegnap este kinyitottam. Mi? Egyes egyedül? Nem, azért Jonas és Lili is besegített kicsit. Mondd ki, Katarina, igazán ügyes vagy. Katarina, igazán ügyes vagy. Érzed, kávé és reggeli illat van? Katarina, várj! Ne menj még. Marlies vár, gyomortükrözés következik. Tudod, mire gondolok. Ne költözzetek Potsdamba. Maradjatok itt, nálam. Max, ez hosszú és nehéz éjszaka volt. Mind a kettőnek. Én ezt nem értem. Magyarázd el. Néha még magamat sem értem. Egyszerűen csak... Majd én elmagyarázom. Charlie, menj csak előre. Menj hoppe asszonyhoz. Mintha el akartál volna magyarázni. Szóval, hogy is van ez, mert még mindig nem értem. Szöveg Bán Szilvia, szerkesztő Németh Beatrix, hangmérnök Soltész Márton és Csomár Zoltán, produkciós asszisztens Fodor Eszter, szinkronrendező Ambrus Zsuzsa. A szinkront az MTVA megbízásából a Mahír Szinkron Kft. Készítette.